Felelőtlennek tartja a magyar kormány Macron és von der Leyen háborús kijelentéseit, ezek a háború eszkalációjához vezethetnek. Destabilizálná Nyugat-Szerbiát, az ország elnöke szerint Orbán Viktor a nemzetek szuverenitásáról is egyeztetett Alekszandr Vucsicsal. Nehezebb lesz a burkolt áremelés, jól fogadták a vevők, hogy kötelező kiírni a boltokban, ha kevesebb termék van egy csomagolásban. És ma teljessé válik a Dal elődöntőjének mezőnye, ezúttal is 10 produkció mutatkozik be, és 5 juthat tovább. Ez a híradó 7:30-tól, az M1-en Rapp Ferenc vagyok, jó estét kívánok! Felelőtlennek tartja a magyar kormány azokat a háborús kijelentéseket, amelyeket az elmúlt napokban mondott a francia elnök és az Európai Bizottság elnöke. Emmanuel Macron a hét elején nem zárta ki, hogy NATO csapatokat küldjenek Ukrajnába, Ursula von der Leyen pedig arról beszélt, hogy fel kell készülni a háborús kockázatokra. Szentkirályi Alekszandra kormányszóvivő most úgy fogalmazott, az ilyen kijelentések csak a háború eszkalációjához vezetnek. Közben komoly feszültséget okozott, hogy a német kancellár arra utalt, francia és brit katonák kezelhetnek rakétacélzó rendszereket Ukrajnában. Németország 2006-tól tartja hadrendben a Taurus rakétákat. A repülőről indítható nagy hatótávolságú fegyver bunkerek, repterek, kikötők és hidak ellen is hatékony. Kijev pedig egyre határozottabban kéri, hogy Berlin ilyen fegyvert is küldjön Ukrajnának. Viszont erre kicsi az esély, mert Olaf Scholz a hét elején Berlinben azt mondta, nem ad Taurus rakétákat Kijevnek, mert azok működtetéséhez német katonákra is szükség lenne Ukrajnában. 500 kilométeres hatótávolsága van a Taurus rakétáknak, ha rosszul használják, akkor konkrét célpontot érhet el Moszkvában is, mondta Olaf Scholz, aki szerint a németek nem tehetik meg azt, amit a britek és a franciák. A kancellár ezzel arra a titkos információra utalhatott, hogy francia és angol katonák Ukrajnában maguk vesznek részt rakéták irányításában. A német kancellár botrányt okozó megjegyzéséről a The Standard című lapnak az Egyesült Királyság volt védelmi minisztere azt mondta, Scholz viselkedése megmutatta, hogy Európa biztonsága szempontjából ő a rossz ember, aki rossz korban rossz helyen. Párizs hivatalosan nem kommentálta a német kancellár szavait, viszont Emmanuel Macron francia elnök pártjának egy parlamenti képviselője azt írta, a kancellár diplomáciai válságot okozott, és Berlin nagyon elszigetelődött. Elmélyülhet a német-brit-francia diplomáciai csörte, miután a britek és a franciák felhívták a figyelmet, hogy Olaf Scholz nagyon veszélyes dolgokat mondott, írta a Magyar Nemzet. Nem ez volt az egyetlen a háború kiterjedésével fenyegető kijelentés a közelmúltban nyugati vezetőktől. Emmanuel Macron hétfőn hatalmas vihart kavart, amikor azt mondta, nem lehet kizárni, hogy NATO csapatokat küldjenek Ukrajnába. Semmit sem szabad kizárni, mindent meg fogunk tenni, hogy Oroszország ne győzzön ebben a háborúban, fogalmazott a francia elnök, aki csütörtökön meg is erősítette nyilatkozatát. Szerinte minden szava kimért, átgondolt és megfontolt volt. A hét közepén pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mondta azt, hogy fel kell készülni a háborúra. Sürgősen újjá kell építeni, meg kell erősíteni és modernizálni kell az EU-s tagállamok fegyveres erőit, mondta Ursula von der Leyen. A nyugat háborús lázban ég, amivel közelebb visz bennünket a harmadik világháborúhoz. A magyar álláspont viszont változatlan, sem fegyvert, sem katonát nem küldünk, erősítette meg Szentkirályi Alekszandra kormányszóvivő a közösségi oldalán. A magyar álláspont világos, sem fegyver, sem háború. Az ilyen felelőtlen kijelentések pedig csak a konfliktus eszkalációjához vezethetnek, és emberéleteket veszélyeztethetnek. Vesperger István, a Szent István Biztonságkutató Központ vezetője szerint egy Európára kiterjedő háború gyorsan nukleáris konfliktussá fejlődne, márpedig ezen a téren Európa sokkal gyengébb, mint Oroszország. Oroszország 5900 atomfegyverre rendelkezik, ebből 2200, 2-10 kilotonna nagy hatótávolságú rakéta, 2-3000 kilométerig ellőhetők ezek a rakéták. Egész európai haderőnek, a franciáknak és a briteknek összesen 500 van, tehát ez egy nagyon éles konfrontáció lehet. A nyugat-ukrajna politikája a háború kiterjedésének irányába mutat, erről a Matthias Corvinus kollégium elemzője beszélt az M1-en. Kis Rajmund szerint a nyugat helyzete nehéz, mert évekig rengeteg pénzt és fegyvert pumpált a konfliktusba, ahelyett, hogy a magyar kormányhoz hasonlóan a béke mellett állt volna ki. Fontosabb lett volna a tűzszünetre és a békére koncentrálni az Európában.
európai nagyhatalmaknak, nem pedig csak a folyamatos fegyverszállításra, mert mint látjuk, ezekkel a nyugati fegyverekkel sem tudta Ukrajna megvédeni magát, hiszen nem tudja pótolni a katonákat, és jelenleg pedig lőszerei sincsenek. Kis Rajmund hozzátette, az idei EU-s és amerikai választások megnehezítik a béketárgyalások elkezdését, ezért szerinte a háború befejezéséről legfeljebb nem hivatalos egyeztetésekre lehet számítani. Tovább tartanak a kegyetlen kényszer sorozások Ukrajnában. A közösségi médiában folyamatosan jelennek meg az ezekről készült videók. Kárpátalját is teljesen ellepték a belső ukrajnai fegyveresek, akik ellenőrző pontokat állítottak fel a települések határaiban, hogy összeszedjék a 18 és 60 év közötti férfiakat. Az ukrán kormánypárt frakcióvezetője szerint, ha csökkennek a nyugati támogatások, akkor Kijevnek még több embert kell mozgósítania a frontra. Ezek a felvételek a közép-ukrajnai Zsitomirban készültek. Egy ablakból filmezték le, amint fegyveres toborzók járják a külvárosi utcákat hadkötelesek után kutatva. A videó tanulsága szerint pedig már az udvarokba is bemennek, amit egyébként tiltanak az ukrán törvények. Itt pedig a dél-ukrajnai Odesszában tuszkolnak be egy férfit a hat kiegészítők mikrobuszába. A férfi segítségért kiállt, a jelenlévő rendőr pedig a felvétel tanúsága szerint asszisztál az akcióhoz. Egy másik térfigyelő kamera felvételén hasonló akció látható. Az egyenruhások egy terepjáróba erőltetnek be egy férfit. A videót készítő nő ki is rohan az irodájából és számon kéri őket, de sikertelenül. Nem jobb a helyzet Kárpátalján sem, hiszen a magyarok által is lakott megyét teljesen ellepték a belső ukrajnai fegyveresek, akik ellenőrző pontokat állítottak fel a település határaiban, hogy összeszedjék a 18 és 60 év közötti férfiakat. A brutális mozgósítást látván sok ukrán nem hiszi el Volodymyr Zelenszkij legutóbbi hadiveszteségekről szóló bejelentését. Sokak szerint nem 31 ezer, hanem akár 500 000 katona is életét veszthette a két éve dúló háborúban. Ahogyan azt korábban Jurij Lutsenko volt ukrán belügyminiszter is bejelentette már. Úgy gondolom, lassan a milliót közelíti. Nézzék csak meg, mennyi gyertya ég a kijevi majdanon, és mindenkiért nem is gyújtottak. Úgyhogy nem hiszem el az elnök bejelentését, mondta ez a kijevi nő. Ukrajna még a jelenleginél is több férfit kíván mozgósítani a frontra, ha elmaradnak a nyugati támogatások. Erről már Dávid Arahamia, az ukrán kormánypárt frakcióvezetője beszélt. Ha kevesebb lesz a támogatás, még több embert kell mozgósítanunk. Ha több pénzt kapunk, úgy kevesebb emberre lesz szükség. Ha a frontot el tudjuk látni elegendő fegyverrel, nem lesz szükség több emberre, mondta a frakcióvezető. Közben az ukrán parlament illetékes bizottsága bejelentette, hogy a legfelsőbb tanács március közepéig el akarja fogadni a sokak által kifogásolt jogfosztó mozgósítási törvényt. Ennek értelmében a hadköteleseket korlátoznák állampolgári jogaikban, ha nem jelentkeznek 60 napon belül a lakóhelyük szerinti illetékes hadkiegészítő parancsnokságon. Bevonnák például a jogosítványukat, és katonakönyv nélkül megtiltanák az ügyintézést is számukra. Emellett felelősségre vonnák azokat is, akik a háború alatt elhagyták az országot. Azt akarom megértetni minden olyan állampolgárral, aki illegálisan elhagyta az országot, és ott biztonságban van, hogy ez nem normális. Amennyiben meg lesz rá a politikai akarat, úgy meg lesz minden eszköz arra is, hogy felelősségre vonják őket, mondta egy kijevi ügyvéd. Ukrajnában egyre több spontán tüntetést tartanak a hat kiegészítők emberrablásai miatt, akik már a betegeket is összeszedik az utcákról. Legutóbb Ternopilban volt ilyen megmozdulás, ahol egy epilepsziában szenvedő férfi halt meg, miután elhurcolták. Hatalmas külföldi nyomás nehezedik Szerbiára, a nyugat destabilizálni akarja az országot, ezt mondta a szerb elnök. Alekszandar Vučić hozzátette, a nyugati államok többek között azt szeretnék elérni, hogy Szerbia vezessen be szankciókat Oroszország ellen, távolodjon el Kínától és állítson fel egy baloldali bábkormányt. A szerb elnök beszéde után nem sokkal Belgrádba érkezett Orbán Viktor miniszterelnök, akivel munka megbeszélést tartott Alekszandar Vučić. Szóba került a nemzetek szuverenitásának ügye is.
A törökországi Antalya után Belgrádban folytatta tárgyalásait Orbán Viktor. A miniszterelnököt Alexander Vučić szerb elnök fogadta. A megbeszélésen a magyar-szerb kétoldalú kapcsolatok mellett az ukrajnai háború, a Nyugat-Balkán Európai Uniós integrációja és Szerbia szuverenitása is napirenden volt. Hatalmas külföldi nyomás nehezedik Szerbiára. Ezt még azelőtt mondta Alexander Vučić egy szombati előadáson, hogy Orbán Viktorral találkozott. A szerb elnök úgy fogalmazott, a nyugat azért helyez nyomást Belgrádra, mert azt akarja, hogy Szerbia vezessen be szankciókat Oroszország ellen, távolodjon el Kínától, állítson fel egy baloldali bábkormányt, ismerje el Koszovó függetlenségét, és vonja meg a támogatást a boszniai szerb köztársaságtól. Koszovó törvényes, tényleges elismerését kérik, és hogy mondjunk le a boszniai szerb köztársaságról. Ennek több oka van. Az egyik, hogy Ukrajnában nem úgy haladnak a dolgok, ahogy tervezték. A másik, mostanra közhelyé vált Belgrádra mutogatni csak azért, hogy csökkentsék a koszovói miniszterelnök felelősségét a koszovói szerbek elűzésében, mondta Alexander Vučić. A szerb elnök leszögezte, a nyugat összehangolt támadásokat indít egyebek mellett a médián és a civil szervezeteken keresztül, hogy lejárassák a megválasztott kormányt. Alexander Vučić szerint a nyugat célja, hogy Szerbia az ő érdekeiknek megfelelően cselekedjen, és hogy egy baloldali bábkormányt nevezzenek ki. Ami az Oroszország elleni szankciókat illeti, mihelyt bevezetnek egy újat, jönnek és azt mondják, következményei lesznek, hogy Szerbia nem csatlakozott ezekhez. Kína pedig a befektetéseink 30%-át adja, és megérkeztünk a következő fontos ponthoz. A nyugat a régi, 2012 előtti rezsém visszatérését akarja elérni, egy olyan bábkormányt akar, amelyet úgy irányít, mint a színházi bábokat, jelentette ki Alexander Vučić. Az elnök hangsúlyozta, az embereknek tudnia kell, hogy a nyomásgyakorlás nem véletlenül történik, és addig folytatódik, amíg Szerbia megtartja a szuverenitását és szabad gondolkodását. A tavaly decemberi választások után nyugatbarát a voksolás eredményét elfogadni nem tudó tüntetők tartottak erőszakba torkoló demonstrációt és próbáltak betörni a választási bizottság székhelyére Belgrádban. A tüntetők egy része felmászott az épületre és betörte az ablakokat. Néhányan kövekkel dobálták az ablakokat, üregeket törtek össze. Alexander Vučić akkor figyelmeztetett, a tüntetéseket a nyugat szponzorálta, azt akarva, hogy Szerbia adja fel Oroszországhoz fűződő kapcsolatait, és mondjon le Koszovóról. Nem sokkal korábban a Magyar Nemzet írta meg, hogy Alexander Soros és a Soros szervezetek kiemelt figyelmet fordítottak a szerbiai választásokra. A lap úgy fogalmazott, a Soros birodalom fokozta az aktivitását a Balkánon, és elindították a Nyílt Társadalom Alapítványok Nyugat-Balkán elnevezésű szervezetet. Arra is emlékeztettek, Sorosék már 2000-ben is megpróbáltak beavatkozni a szerb belpolitikába. A Kongói Demokratikus Köztársaság elnökével tárgyalt Orbán Viktor a törökországi Antaliában. A megbeszélésen a magyar-kongói gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségeiről volt szó. Több magyar cégnek vannak már üzleti érdekeltségei az afrikai országban. A miniszterelnök kiemelte, a Hungary Helps programban Magyarország 2018 óta összesen 2,4 millió dollár támogatást nyújtott Kongónak. Törökországban az Antaljai Diplomáciai Fórum helyszínén tárgyalt a magyar miniszterelnök és a kongói elnök. Találkozójukon a két ország gazdasági kapcsolatainak továbbfejlesztése volt az egyik fontos téma. Elhangzott, hogy több magyar cégnek vannak már üzleti érdekeltségei az afrikai országban, de érdemes elősegíteni a további befektetéseket. Orbán Viktor kiemelte, a Hungary Helps programban Magyarország 2018 óta 14 projekt részeként összesen 2,4 millió dollár támogatást nyújtott Kongónak. Kongó a harmadik legtámogatottabb afrikai állam a Hungary Helps partnerországainak körében. A külgazdasági és külügyminiszter közben több ország képviselőjével is megbeszélést folytatott. Szijjártó Péter találkozott a szintén afrikai Malit képviselő delegációval is. Közösségi oldalán azt írta, a száhelővezet stabilitása, gazdaságának fejlesztése kulcskérdés Európa számára, mert csak így előzhető meg, hogy újabb és újabb migrációs hullámok induljanak meg Európa irányába. A miniszter hozzátette, ezért is volt fontos a közvetlen párbeszéd megindítása Malival, amely szintén kulcsország a száhelővezet biztonsága szempontjából. Biztonságpolitikai szakértők között egyetértés van abban, hogy a száhelővezet országainak kulcs szerepük van abban, hogy mekkora migrációs nyomással kell szembenéznie Európának.
A térség a Föld egyik jelenlegi válságzónája. Csak 2020 óta 9 katonai puccs volt a térség országaiban, miközben a terrorszervezetek aktivitása is fokozódik. A folyamatos támadások és a létbizonytalanság miatt mintegy 2 millió ember menekült a térség utolsó stabil államába, Csádba. A helyzet annyira súlyos, hogy nemrég élelmezésügyi vészhelyzetet is ki kellett hirdetni a menekültek miatt. A magyar kormány a Hungary Helps programban több területen is támogatja Csádot. A humanitárius segítségnyújtás mellett hamarosan magyar katonai misszió is indul az afrikai országba, hogy erősítsék a terrorizmus elleni küzdelmet és a helyi fejlesztések zavartalanságát. Magyarország emellett a menekültek ellátásában is részt vesz, de egészségügyi, mezőgazdasági, valamint anyagi segítséget is nyújt Csádnak. A magyar-csádi szerepvállalásnak az a lényege, hogy az országnak a stabilitását erősítsük, és ez nem lehetséges anélkül, hogy a fenyegető humanitárius katasztrófákat segítünk a helyi szereplőknek enyhíteni, illetve megelőzni. A Csáddal szomszédos Nigériába pedig a hétvégén érkezett meg a Hungary Helps segélyszállítmánya. Azbej Trisztán közösségi oldalán azt írta, Makurdi püspöke tavaly novemberben számolt be Budapesten a keresztények sokaságáról, akiket milíciák gépfegyverekkel és bozótvágókésekkel űznek el falvaikból. Ezek a menekülő emberek arra kényszerülnek, hogy embertelen körülmények között éhezve a szabad ég alatt élve küzdjenek meg egyik napról a másikra a túlélésért. Közülük most 5000 család jut betevő falathoz a magyar adományból. Az államtitkár hozzátette, a szenvedő afrikai keresztények számíthatnak a magyar emberekre. A kormány nem hajlandó feláldozni Magyarország energiabiztonságát egy olyan háborúban, amely nem a mi háborunk. Erről Szijjártó Péter beszélt az antaliai diplomáciai fórumon. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, az energiamix összeállításának nemzeti hatáskörben kell maradnia. Szijjártó Péter kiemelte, súlyos veszélybe sodornák az országot, ha az ideológiai megfontolások beárnyékolnák az energiapolitikát. A kormány felelőssége az ország ellátásbiztonságának garantálása. Ez a legfőbb prioritás. Ezért világossá is tettük, hogy nem vagyunk hajlandóak feláldozni az energiabiztonságunkat egy olyan háborúban, amely nem a mi háborunk. Több 10 000 élelmiszercsomagot juttattak el légiúton Gázába az amerikai, a jordániai és a francia hadsereg gépei. A lezárt övezet lakóit minden korábbinál súlyosabb humanitárius válság fenyegeti. Kairóban vasárnap folytatódnak az egyeztetések Izrael és a Hamász között az újabb tűzszünetről és a túszok szabadon engedéséről. Kettesével fekszenek a beteg csecsemők a még működő inkubátorokban az észak-gázai Kamal Adwan kórházban. A kicsik ellátását a gyógyszerhiány mellett a sűrű áramkimaradások is nehezítik. Az ENSZ egészségügyi szervezete közölte, hogy szerda óta legalább 10 gyermek halt meg a gázai kórházakban. Az orvosok szerint elsősorban az éhezés miatt. A legtöbben a súlyos alultápláltság következtében kerülnek kórházba. Ha egy gyerek nem jut elegendő élelemhez, nagyon gyorsan kialakulnak az alapvető életfunkciókat is befolyásoló hiánybetegségek. Ráadásul a szervezete a legenyhébb fertőzésekkel szemben is védtelenné válik, magyarázta az egyik gyermekorvos. A legsúlyosabb éhínség a gázai övezet északi részén fenyeget, ahová hónapok óta alig jut el a humanitárius segély. Ez vezetett a csütörtök hajnali tragédiához, amely palesztin források szerint több mint 100 ember életét követelte. A Gáza városba érkező kamionokat több száz fős tömeg rohamozta meg. Az Al Jazeera arab hírtelevízió által közzétett felvételeken fegyverropogás hallható. A palesztin hatóságok közölték, hogy a helyszínen lévő izraeli katonákat tömegbe lőttek. Az izraeli hadsereg szerint viszont az élelemért tülekedő emberek agyontaposták egymást, a katonák csak figyelmeztető lövéseket adtak le. Az ENSZ gázai irodájának munkatársai azt állítják, hogy a helyszínről több tucatnyi sérültet vittek kórházba lőtt sebekkel. Ezért a világszervezet főtitkára és számos külföldi vezető politikus független vizsgálatot sürget az ügyben. A jordániai és a francia légierő gépei a hétvégén újabb segélyszállítmányt juttattak el Gázavárosba. A csomagokat ejtőernyővel dobták le a legsűrűbben lakott városrészekbe. Az akcióhoz az Egyesült Államok is csatlakozott. Vasárnap az amerikai hadsereg szállítógépei 38 000 adag élelmiszerrel a fedélzetükön léptek be a gázai légtérbe. Az övezetben folytatódnak a harcok. Az izraeli légierő hajnalban ismét bombázta a Gázától délre fekvő Deir al-Balát.
Helyi palesztin források szerint a légicsapásnak 15 halálos áldozata van. A délgázai Han Yunisban a Hamász több tucatnyi fegyveresével végeztek az izraeli különleges erők, közölte a hadsereg szóvivője. Közben egyiptomi tisztségviselők bejelentették, hogy Kairóban vasárnap folytatódik az egyeztetés az újabb tűzszünetről. A közvetítésben Katar és az Egyesült Államok is részt vesz. A cél az, hogy még a március 10-én kezdődő muszlim bőti hónap a Ramadán előtt létrejöjjön a megállapodás, mondta Joe Biden amerikai elnök. Próbálunk tető alá hozni egy egyességet Izrael és a Hamas között. Ennek része a túszok elengedése és egy legalább 6 hétig tartó azonnali tűzszünet, valamint az, hogy a humanitárius segély eljuthasson a gázai övezet teljes területére, mondta az elnök. Közben megérkezett Jeruzsálembe az a menet, amelynek résztvevői a Gázába hurcolt túszok elengedését követelik. Az izraeli sajtó által csak nem 10 000 fősre becsült tömeg azt kéri a kormánytól, hogy tegyen az eddiginél hatékonyabb lépéseket a még fogságban lévő több mint 100 elrabolt izraeli hazahozataláért. Fontosnak és jónak tartják a vásárlók, hogy tegnap óta a nagyobb boltokban kötelező feltüntetni, ha a korábbinál kevesebb terméket tartalmaz egy csomagolás. Sok gyártó ugyanis úgy emelt árat burkoltan, hogy ugyanannyi pénzért kevesebbet adott a vevőknek. A kormány az infláció alacsony szinten tartása és a fogyasztás élénkítése érdekében vezette be az új szabályt. Piros felkiáltó jel és egy közlemény hívja fel a vásárlók figyelmét a nagyobb üzletek bejáratánál arra, hogy egyes termékekből kevesebb van a csomagolásban a korábban megszokotthoz képest. Több esetben ráadásul úgy lett kisebb a mennyiség, hogy többet kellett érte fizetni. A polcokon pedig ez a felirat jelzi a változást. Chipsek, csokoládék, kekszek és tejtermékek mellé is kikerült a tájékoztatás, amin az olvasható, vigyázzon, a termék kisebb lett. Ez a joghurt 330 g-os kiszerelésben kapható ebben az üzletben. Azt, hogy korábban ezt nagyobb kiszerelésben is meg lehetett vásárolni, ez a tájékoztató tábla mutatja. Tapasztalataik szerint a vásárlók kedvezően fogadták, hogy életbe lépett a tudatos vásárlást elősegítő rendelet. Igen, hát ez természetes tájékoztatás nagyon fontos az embereknek, úgyhogy minden időben ez nagyon jó. Az, hogy erre a kormány felfigyelt, és most már ezt kötelező kiírni, ez nagyon-nagyon jó dolog. Sok vásárló tapasztalta ugyanis az elmúlt időszakban, hogy kevesebbet kapott ugyanabból a termékből. És nem csak élelmiszerből, hanem mosószerből vagy akár fogkrémből. Péntektől azonban kormányrendelet írja elő az 1 milliárd forint feletti árbevételű élelmiszer kereskedőknek, hogy tájékoztassák a vásárlókat, ha egy előre csomagolt termékből kevesebbet kapnak, mint korábban. A kormány honlapján azt emelték ki, hogy a kötelező tájékoztatása a családok megvédését és az infláció alacsony szinten tartását szolgálja. Azt is megemlítik, hogy a szabályok betartását a kormányhivatalok ellenőrzik, és ennek elmulasztása termékenként akár 1 millió forint bírságot is jelenthet. Ez a rendelkezés mindenképpen azt a célt szolgálja, hogy a gyártók kevésbé fognak élni ezzel a lehetőséggel, hogy az áremelést úgy hajtsák végre, hogy a termék mennyiségéhez nyúlnak hozzá, és azt csökkentik. Így hát én arra számítok, hogy jelentősen fog csökkenni ezen termékek száma a jövőben, sőt, akár az is előfordulhat, hogy gyártók majd úgy döntenek, hogy a korábbi mennyiséghez visszatérnek majd. Egyszerűen nem elegáns, nem korrekt. Így jellemezte az M1-en az Agrárminisztérium államtitkára azokat a cégeket, amelyek a vásárlókat megtévesztve, alig észrevehetően, de kisebb mennyiségben hozzák forgalomba a termékeiket. Nobilis Márton azt mondta, a vásárlóknak tudniuk kell arról, ha ezt a megtévesztő piaci gyakorlatot alkalmazzák a gyártók. Megérdemlik azt, hogy tudjanak arról, hogyha a beltartalom csökken. Ugye, hogyha csak picit csökken a doboz mérete vagy a beltartalom, az nem biztos, hogy mindenki észreveszi. De az versenyelőnyt is jelentett egy cégnek, hogy mondjuk adott esetben ő csak 3,5 decit tesz bele a tejfölbe, más pedig ugyanúgy 4 decit bele tesz. A vásárlók nem csak az üzletekben, hanem a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján is tájékozódhatnak azokról az árucikkekről, amik a korábbiakhoz képest kisebb csomagolásban kaphatók. Feltüntetik a változás pontos adatait, vagyis azt, hogy jelenleg mekkora a mennyiség és mekkora volt korábban. Hasznos funkció az is, hogy terméktípusokra és márkanévre is rá lehet keresni.
A kormány kiemelt célja, hogy a magyar emberek jó egészségügyi ellátást, az egészségügyi dolgozók pedig még nagyobb megbecsülést kapjanak, ezért jelentősen növelte az egészségügyre fordított pénzt, ezt mondta a kormány szóvivő a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, márciustól ismét nőtt az ápolók bére, átlagosan 20%-kal. A legutóbbi béremelés tavaly júliusban volt, akkor 18%-os emelést hajtottunk végre. A mostani emeléssel 2010 óta mintegy négyszeresére emelkedik az egészségügyi szakdolgozók keresete. 2010-ben az ápolók havi átlagkeresete 170.900 forint volt, most pedig majd meghaladja a 800.000 forintot. Meggyanúsíthatta a NAV Karácsony Gergely pénzhordó emberét, a Magyar Nemzet információi szerint. A lap úgy tudja, gyanúsítottként hallgattak ki egy embert a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyi nyomozói Karácsony Gergely mozgalmának 500 milliós adományaival kapcsolatban. A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy a párbeszédes önkormányzati képviselő Perjés Gábor volt az, aki a több mint fél milliárd forintnyi eurót és fontot befizette az egyesület számlájára. Az ügyben költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt zajlik nyomozás. Úgy látszik, hogy én megbízható ember vagyok. Tehát akkor az, egy becsületes, megbízható ember. Perjés Gábor, Karácsony Gergely párbeszédes politikus társa korábban magát megbízható, becsületes embernek nevezte. Ő volt az, aki 19 alkalommal az egyik budapesti OTP fiókban fél milliárd forintot fizetett be Karácsony Gergely mozgalmának számlájára. Most azonban úgy tűnik, a főpolgármester pénzhordó emberét meggyanúsíthatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal, tudta meg a Magyar Nemzet. A fővárosi főügyészség ugyanis a lapnak küldött válaszában azt írta, a mikroadományok ügyében a hatóság hallgatott már ki gyanúsítottat, bővebb tájékoztatás azonban a nyomozás érdekeire figyelemmel nem adható. Hát én ezt most öntől hallom, de ezek szerint akkor így van. A főpolgármester kezdetben tagadta a félmilliárdos támogatás tényét. Nem kis ládika, nyilván nagy ládika. Később azonban már anonim mikroadományokról beszélt. Én nem érzem magamat ebben az ügyben megszólítva. Majd azzal is védekezett, hogy nincsenek jogszerűségi problémák az 502 millió forintnyi támogatás ügyében, amit külföldről kapott az általa létrehozott szervezet, többnyire euróban és angol fontban. Az NGO számlavezető bankja, az OTP azonban nem így látta, és feljelentést tett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt. Azt hiszem, hogy a lehető sikeres ügyemekem volt. A bejelentés után az adóhatóság nyomozói nem vártak sokat. Először Gyurcsány Ferenc egykori államtitkárának, Tordai Csabának az ügyvédi irodájában, majd pedig Perjés Gábor, Karácsony Gergely pénzszállító emberének Török Bálinti otthonában tartottak házkutatást. Hibamentes munkát kell végezni. Tordai, aki jelenleg is a főpolgármester jogi főtanácsadója, sajtóértesülések szerint lepapírozhatta a főpolgármester félmilliárdos adománygyűjtését. A ládikák hitelesítésében pedig két MSZP-s munkatárs vett részt, de a nevüket később többször is felhasználták, így hamisítva meg további 9 jegyzőkönyvet. Melyik irodából hozta el a jegyzőkönyveket? Meg nem a pénzt? Nyilatkozom, uram. A dokumentumok ügyvédi ellenjegyzéséről Perjés Gábort többször is kérdeztük, ő azonban mindenre csak azt válaszolta, nem nyilatkozik. Kész átverés a Karácsony Gergely honlapján történő adat- és pénzgyűjtés. Erről nemrég írta Mandiner. A portál cikke szerint a 99 mozgalom jelenlegi adatvédelmi tájékoztatóját hiába olvasná bárki is, a link ugyanis nem az NGO honlapjára, hanem egy reklámoldalra vezet, ami azzal a szöveggel fogadja a látogatókat, hogy a képzelet fontosabb, mint a tudás. De e-mail cím, irányítószám és telefonszám megadásával pénzbeli támogatásokat is várnak a főpolgármester oldalán, valamint havi ismétlődő felajánlást is be lehet rajta állítani. Egyetlen baloldali párt sem fizette még be a büntetést, amelyet a tiltott támogatások miatt szabott ki rájuk az állami számvevőszék. A Magyar Nemzet szerint így a Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lehet majd, hogy behajtsa a 261 millió forintos bírságot, miután március 5-én lejár a határidő. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója közben azt mondta, ismét kiderült, hogy hazudott a dollár baloldal, amikor azt állította, hogy nem kaptak pénzt külföldről. Tegnap a Megafonos Filip Dávid leplezte le az Action for Democracy legújabb hazugságát.
Kezemben a bizonyíték, hivatalos e-mail az Action for Democracy-tól, Korányi Dávid szervezetétől. Az Action for Democracy egy levélben saját magát, és ezzel együtt a teljes hazai baloldalt is lebuktatta. A bizonyítékot közösségi oldalán mutatta be Filip Dávid. A Megafon volt az, amelyik másfél éve rátalált az amerikai szervezet adománygyűjtő oldalára. Ezen akkor azt írták, hónapokkal a 2022-es választások után összesen 11-en adományoztak pénzt nekik. Filip Dávid akkor $5 adományozott Korányi Dávid szervezetének, amihez az e-mail címét is megadta. Azóta pedig folyamatosan kap hírleveleket az Action for Democracy-tól, az egyikben pedig arról írtak, mi volt a szerepük a 2022-es magyarországi választáson. Leírják, idézem, az Action for Democracy az ellenzéki párttal dolgozott együtt, hogy az egyik legszorosabb választási eredményt szállítsa, amióta Orbán hatalomra került. Filip Dávid a híradónak azt mondta, szerinte ez a levél többek között azt bizonyítja, hogy a baloldali politikusok hónapokon keresztül szándékosan átverték a magyar embereket. És azért fontos, hogy minél több ember megtudja ezt az információt, mert hetek, sőt, talán mondhatom azt, hogy hónapok, vagy lassan már évek óta, egy éve azt halljuk a baloldali politikusoktól, hogy ők semmilyen pénzt nem kaptak. Ezt elmondta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, Gyurcsány Ferenc és még több baloldali politikus is, hogy ők semmilyen pénzt nem kaptak külföldről. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Márki-Zay Péter 2022-ben az ATV-ben szólt el magát, és vallotta be, a baloldal dollármilliókat kapott Amerikából a 2022-es választások előtt és után. Később titkosszolgálati vizsgálat derítette ki, hogy összesen több mint 4 milliárd forint érkezett külföldről a baloldalhoz. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. Hát én ezt most öntől hallom. Hol van az a 4 milliárd? Én nem tudom. A baloldali pártok korábban végig azzal védekeztek, hogy ők semmit sem tudtak az amerikai pénzekről. Márki-Zay Péter pedig azt állította, hogy ezek Amerikában élő magyarok adományai voltak, amiket nem kampányra, hanem úgynevezett társadalmi célokra kaptak. Később azt is az ATV-ben vallotta be, hogy mégiscsak az ellenzéket támogatták a több mint 4 milliárd forintnyi dollárral. A Action for Democracy már 2022-ben kijelentette nekünk, hogy természetesen ők az összellenzéket támogatták. Az elmúlt hetekben több olyan videó is felkerült az X közösségi oldalra, amelyeken az Action for Democracy vezetője és tanácsadói beszélnek arról, hogyan is működik valójában a szervezet. Az ellenzéket támogatják. Ez a koncepció itt? Hát ezt soha nem fogjuk kimondani, nem reklámozzuk, fogalmazott az egyik felvételen Korányi Dávid. Egy másik videón pedig Erik Koch, aki szintén szoros kapcsolatban áll az Action for Democracy-val, vallotta be, hogy a szervezet pénzei egy vagy két embertől származnak. Rögtön ezután el is mondta, hogy egyikük Soros György. A dollár baloldal lebukott, ismét. Ismét kiderült, hogy a baloldal hazudott az embereknek az amerikai pénzekkel kapcsolatban. Erről a Fidesz kommunikációs igazgatója beszélt egy videóban. Hollik István azt mondta, Gyurcsányék tagadása ellenére most már tény, hogy a baloldalhoz nagy összegben gurultak a dollárok. Hozzátette, a kérdés már csak az, hogy a Soros hálózat mit kért a támogatásért cserébe. Világos, hogy a háborúpárti Soros hálózat a háború támogatását kérte Gyurcsányéktól. Így történhet meg, hogy a magyar érdeknek és a józan észnek is ellent mondva a dollár baloldal az elmúlt két évben végig a fegyverszállítást és a katonák küldését javasolta, és a háború folytatása mellett érveltek. Az adóhatóság hajthatja be a baloldal tartozását, erről a Magyar Nemzet írt. A lap emlékeztet, az állami szembevőszék vizsgálata megállapította, a guruló dollárokat a baloldali pártok a saját kampányaikra használták. Ezért a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd együttesen 261 millió forint büntetést köteles fizetni. Eddig egyik párt sem fizette be a bírságot, pedig a határidő március 5-én lejár. A Magyar Nemzet hozzáteszi, ebben az esetben a behajtás a Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lehet majd. A Jobbik elnöke szerint le kellene mondania és vissza kellene vonulnia a közélettől annak, akit elítélt a bíróság. Gyöngyösi Márton Varjú László és Fekete Győr András ügyével kapcsolatban az M1-en azt is mondta, a Jobbik évek óta követeli, hogy a képviselők ne bújhassanak el a mentelmi joguk mögé.
ha van bírósági ítélet, akkor érdemes lenne megfontolni, de ez ugye nyilván mindig minden képviselőnek, országgyűlési képviselőnek az egyéni mérlegelési joga. Szerintem akkor lehet tiszta vizet önteni a pohárba, hogyha egy ilyen esetben visszavonul valaki a közélettől. Az LMP teljes tarifa közösséget és olcsóbb vasúti kerékpárszállítást szorgalmaz. A párt szerint az ország és a vármegye bérletet minden településnek el kellene fogadnia. Emellett azt javasoljuk, hogy a kormány nyújtson normatív támogatást a helyi közösségi közlekedés fenntartásához, a Budapesten bevált módszer alapján, teljesítményarányosan, tehát férőhely kilométer alapján. A Párbeszéd javaslatcsomagot nyújt be az országgyűlésnek az LMBTQ közösség jogai érdekében. Barabás Rihárd azt mondta, kezdeményezik például az azonos nemű párok házasságkötéséhez szükséges szabályok megalkotását. Biztosítsuk a jogi nem és névváltoztatás lehetőségét. Dolgozzunk ki önmeghatározáson alapuló, gyors, átlátható és hozzáférhető eljárásrendet a nem jogi elismerésére. Több száz magyar család vett részt ma a parlamentben a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének rendezvényén. Kövér László házelnök arról beszélt, a magyarok az elmúlt 1000 évben megtanulták, hogy számukra az állam, a nemzet és a családügye egymástól szétválasztathatlanok, nincs nemzeti állam nemzet nélkül, és nemzet pedig nincs családok nélkül. Kerekzsivajtól volt hangos az országház főlépcsője szombat délelőtt. Tudjátok, gyerekek? A parlament patinás termeit is megtöltötték a gyerekek, ahol báb előadással. A táncházban pedig magyar népdalokkal és felcsiki körtáncokkal is megismerkedhettek a legkisebbek. Köztük az 5 éves Gergő és a 3 éves Zsolna, akik elárulták, hogy már nem először járnak a parlamentben. Megnéztük a koronát, és táncolhatunk a táncházban. Itt van Szent Istvánról egy portré. A tárlatvezetéseken a nagyobbak a magyar történelem nagyjairól és az országház épületéről is tanulhattak, amit sokan megcsodáltak. Nagyon, nagyon gyönyörű egy épület, és tényleg büszkék lehetünk rá. Idén is több száz magyar család érkezett a jubileumi 10. családi napra a Kárpát-medence szinte minden tájáról. Orosz Katalin gyermekeivel Kárpátaljáról jött. Először vagyunk itt, és nagyon fontosnak tartjuk a gyermekeinkbe belenevelni az összetartozást és a magyarság tudatot. A találkozót évről évre a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége szervezi az összetartozás jegyében. A 21. században mi lehet az építő anyaga nemzeti összetartozásunknak? Meggyőződésem szerint a szülőföld, a haza, az anyanyelv és a család. A szülőföld egész életre meghatározó erőforrásá válhat a gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és időseknek is. Az összetartozás építése és annak megerősítése volt az elmúlt 14-15 év legnagyobb feladata a kormány számára. Ezt már a nemzetpolitikáért felelős államtitkár mondta. Az elmúlt évek legnagyobb nemzetpolitikai eredménye az, a sok-sok kézzelfogható eredmény mellett, az óvodák mellett, iskolák mellett, bölcsödék mellett, a sok-sok felépített és felújított templom mellett, a megszépült településeink mellett, az, hogy végre egységes Kárpát-medencében gondolkozhatunk. A családokért felelős államtitkár pedig azt mondta, a Kárpát-medence a magyarok közös otthona. Az otthon nem csak földrajzi terület, hanem családi közösség is. Itt élünk már több mint 1100 esztendeje. Az otthon azonban nem csak egy földrajzi területet jelent, hanem családi közösséget is. Egy nemzethez tartozni ugyanis olyan, mint egy családban élni. Támogatjuk egymást, odafigyelünk a másikra, hiszen együtt lehetünk igazán erősek. A Kárpát-medencei családi napon Kövér László, az országgyűlés elnöke, a rendezvény fővédnöke kiemelte. A magyarok az 1000 éves Kárpát-medencei történelmük során megtanulták, hogy az állam, a nemzet és a családügye egymástól elválaszthatatlan. Az emberek az államtól elsősorban biztonságot várnak el, tette hozzá a házelnök. Az állam viszont csak akkor erős és csak akkor tud biztonságot nyújtani, ha mindehhez demokratikus módon cselekvő képességet nyer a nemzet tagjaitól.
Erőt adni az államnak azonban csak az érzéseiben, értékeiben összetartozó nemzet tud, az összetartozás érzése pedig mindig a családban. A családi szeretettel kezdődik és terebélyesedik majd ki. A családi napon a felsőházi teremben a szülők a család 21. századi kihívásairól, a párválasztásról, a családgondozásról és a házasságról tartott előadásokon vettek részt. Több mint egy tucat sportágban mérhette összetudását, mint egy 2000 fiatal az elmúlt napokban a Kárpát-medencei Egyetemek kupáján. A mai zárónapon a borongós esős időben több távon is futhattak a résztvevők. A rendezvény célja nem csak a sportolás, hanem a magyar egyetemisták közti kapcsolatok építése is volt. Az utolsó előkészületeket végzi Nagy Julianna a rajt előtt. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója az esős idő ellenére is elszántan érkezett a Ludovika kampuszon megrendezett futóversenyre. A 10 kilis futásra jöttem, alapvetően a futáson tervezek ugye részt venni, de még lehet, hogy el fogok nézni más programra is, mert nagyon tetszik a kekrán és ez az egész szervezés, és mindjárt rajtolunk, úgyhogy már izgatott vagyok nagyon. 2, 1! Dudaszóra startolt el a népes mezőny. A csütörtöktől szombatig tartott Kárpát-medencei Egyetemek kupája a régió diákjainak kínál találkozás és versenyzési lehetőséget. A szombat délelőtti futásra viszont nem csak egyetemistákat, hanem minden közösségben sportolni vágyó érdeklődőt is vártak a szervezők. A résztvevők összesen 4 kategória közül választhattak. A legrövidebb táv 1 kilométer, a leghosszabb pedig 15 kilométeres volt. Akadtak olyanok is, akik párban indultak. A hangulat az nagyon jó. Én amúgy máskor is részt szeretnék majd ezen venni, mert tényleg az első részvételem volt, de nagyon élveztem. Úgy volt a technika, hogy ő kezdi, és akkor utána én fejezem be. Mert ugye szerintem egy picit jobb futó vagyok, de ez... Igen, bíztunk Árminnak a hajrázási képességeiben, de én is jól éreztem magamat, jó itt a közösség. Az eseménynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ad otthont. A futáson kívül 14 sportágban mérhették össze tudásukat a fiatalok. A kezdeményezés évről évre egyre népszerűbb, a jelentkezések száma idén is rekordot döntött. Több mint 5000 résztvevővel már, mint a futás, és összességében a keken pedig 1900 sportoló egyetemista vesz részt 50 egyetemről szerte a Kárpát-medencéből, szerintem, sőt nem szerintem, biztosan ez az egyik legnagyobb szabadidősport esemény Magyarországon. A rendezvény jótékonysági célt is szolgált. A befolyt összeget a kárpátaljai Sztojka Sándor görög katolikus líceum kapja. Újabb fordulóval folytatódott a Muay Thai kupa sorozata. A gyáli sportcsarnokban 7 ország versenyzői mérték össze tudásukat, összesen csak nem 120 mérkőzésen. Az egyszerű és hatékony ősi keleti harcművészet egyre népszerűbb Magyarországon. A gyáli sportcsarnok szinte minden szegletében melegítettek azok a sportolók, akik a 13. Spartan Muay Thai kupára érkeztek. Több korosztály versenyzői is a kötelek közé léptek. Magasabb minte, próbál folyamatosan közel maradni hozzá. A Muay Thai egyre népszerűbb sport a nők körében is. Az egésznapos sporteseményen több mint 100 mérkőzést láthattak a nézők. A kupán olyanok is voltak, akik most először mentek a ringbe. Ők csak edzőmérkőzést vívtak, amelynek célja a rutinszerzés volt. Hát szerintem a maximumot megcsináltam. Egyszerre 2 ringben is folytak küzdelmek, korosztályok és súlycsoportok szerint beosztva. Ez egy csodálatos rendezvény a gyerekeknek, felnőtteknek is, hogy tapasztalatot szerezzenek, és persze, hogy hát tudják, hogy hova kell menni. Sportolni kell. A kupa ötlete több mint 15 éve született meg. Azóta már bővült a résztvevők köre. Nem csak a hazai sportklubok, hanem külföldi versenyzők is elindulnak a Spartan Muay Thai kupán. Ez 2017-ben indult ez a sorozat. Ennek az volt a célja, hogy a feltörekvő versenyzőket fel tudjuk zárkóztatni a top versenyzőköz, vagy esetleg a válogatottig. Ez egy 6 mérkőzéses kis edzőtermi rendezvényből indult. Ma 245 nevező, 50 klub és közel 120 mérkőzés fognak látni. A Muay Thai kupa nem csak az egészséges életmódra és a távol-keleti küzdősportra hívja fel a figyelmet. Az esemény fő támogatója az Egy lépéssel több alapítvány is, amely azoknak a családoknak gyűjt, amelyek tartós beteg gyereket nevelnek.
Az alapítványnak a fő programja pedig a Fogadj Örökbe egy családot, ahol tartósan beteg gyermekeket nevelő családoknak adunk havi fix, rendszeres támogatásokat olyan formába, hogy a pénzügyi elszámolás nehézségeit levesszük a családok válláról. A verseny végén késő este csaknem 30 kategóriában adnak át kupát a küzdősport legjobbjainak. Alig 8 fokos vízben úszták át a Balatont Szántód és Tihany között csaknem 2 tucatnyian. A leghosszabb 1250 méteres távon kívül rövidebb szakaszokon is lehetett úszni, akár 50 méteren is. Volt olyan résztvevő, aki nyáron is átúszta a Balatont, de a mostanit a hideg víz miatt sokkal megterhelőbbnek tartotta. Az érkezőket mobil szaunák és melegvizes dézsák várták. 7,9 fokos ma a Balaton vize, ebben fognak úszni az extrém úszóink. Folyamatosan mérték a Balaton hőmérsékletét a Tihanyi partnál. A levegő csak pár fokkal volt melegebb, de ez sem szegte az induló kedvét. Ők kifejezetten a hidegvizes úszás miatt érkeztek. Másodperc alapú lesz a mérés, ott lesz valaki, aki lecsipantja, parszalagot is itt is lesz valaki lecsipantja. Amíg ismertették a szabályokat, addig a legtöbben kabátban várták a rajt időpontját, de voltak olyanok is, akik már úszásra készen, fürdőnadrágban készültek. Nyáron is átúsztam, de az teljesen más, nem összehasonlítható a kettő. Igaz, hogy rövidebb táv, de mivel hideg, így sokkal-sokkal nehezebb, tehát olyan, mintha egyiknél fölmenjük a Kékestetőre, másiknál a Himalájára, tehát sokkal-sokkal nagyobb, jobban meg igénybe veszi az embert. Az úszók útját a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata biztosított a Szántód és Tihany között. Emellett minden egyes versenyzőre úszóbóját is kötöttek, hogy ezzel is növeljék a biztonságukat a vízben. Van egy sürgősségi mentőhajó teljes felszereléssel, szakszemélyzettel, a parton van egy eserkocsi, ugyanez feltételekkel, ezen fölül 4 mentőhajó, egy fűthető sátor is van. A teljes 1250 méteres távindulóit fűtött kis buszokkal és komppal vitték át Szántódra. Itt pár percbe melegítés várt rájuk. A rajt előtti utolsó fotók is elkészültek, majd egyenként csobbantak a vízbe az úszók. Jobb kéz legyenek a bójákkal, jó? Arról kerüljük a bójákat! A Szántódrév és Tihanyrév közötti távot 23-an teljesítették. Minden célba érkezőt nagy taps fogadott. Idén elsőként 24 perc 56 másodperces idővel Lengyel Bulcsúért partot. Egy elég erős áramlat volt a közepén, illetve a szél is nagy hullámokat keletkeztetett, de az utolsó egyharmadra kifejezetten összeállt, és egyre jobban felgyorsultam. Folyamatosan érkeztek a célba az átfagyott úszók, akiknek első útja a mobil szaunákba vagy a melegvizes dézsákhoz vezetett. Meg lehet szokni, persze, meg ez most nem volt olyan vadhideg, szóval 8 fokos, 5 alatt kezdődik az igazán komoly hidegvíz. Ez a kellemes hidegvíz volt most. Sokan már visszatérőként úszták át télen, illetve már a tavasz elején a Balatont. Én nem az idő miatt jöttem, azért, hogy túléljem a dolgot. Az indulók számára 3 kvalifikációs úszás próbát szerveztek, ezen bizonyíthatták kitartásukat és felkészültségüket a Balaton átúszására. Nagyon sok pozitív lélektani, mentális és fizikai hatást gyakorol az ember szervezetére, főleg a rendszeres hidegvízi adaptáció, hidegvízi úszás. Van, aki csak becsobban a hidegvízbe, van, aki úszkál is a hidegvízbe. Ez nem egy verseny, ez egy szabadidős tevékenység, egy szabadidős rendezvény alapvetően. Idén összesen 45-en teljesítették a téli Balaton átúszást, a teljes, a harmad, valamint a féltáv valamelyikén. A minitávokon 50, 100 és 200 méteren pedig azok indulhattak, akik tényleg csak szerették volna kipróbálni a hidegvizes úszást. Ma teljessé válik a dal elődöntőjének mezőnye, ezekben a percekben is tart a 4. válogató a Dunán. Napközben ma is folyamatosan próbáltak a résztvevők, és a műsor stábja is délelőtt óta készülődött. A nézők ezúttal is SMS-ben küldött pontokkal dönthetnek 4 versenydal sorsáról, egyet pedig a zsűri juttat tovább. Gondosan összeállított díszletet és precízen működő technikát láthatnak a nézők a dal műsorában, de ehhez rengeteg előkészületre van szükség szombatonként. Az élő show előtt már reggeltől próbálnak a szakemberek, hogy estére minden készen álljon. Az egyik legfontosabb a kamerapróba, hogy a nézők szinte koncertélményt kapjanak.
Ilyenkor a versenyzők is egész nap a válogatókra készülnek, többször előadják dalaikat és végigcsinálják a járáspróbákat. Őket a dalválasztó műsorvezetői is segítik a felkészülésben. Bejövünk szombaton délelőtt 10-re, és végignézzük az utolsó nagy próbát. Picit beszélgetünk a zenekarokkal. Azért ott sokat lehet látni, ki az, aki izgulósabb, ki az, aki nyugodtabb, ki az, aki ezt mondjuk nagyon lazán veszi, de közben azért lehet látni, hogy azért az abszem ott van. Úgyhogy sok készülése jár. A negyedik válogatóban rengeteg visszatérő előadó dalát hallhatja a közönség. Fellép a Quacka Jenkins, valamint a Roy Gallery is. Rajtuk kívül sok új versenyző is érkezik még. Egri Péter szerint az idei dalválasztó eddig a legsokszínűbb mind közül. A felhozatal évről évre egyre színesebb. Szerintem még egyik évben se volt ennyire színes a paletta, azt hiszem a jazztől a blueson át, és hogy mondhatom már a jövő műsorait elővetítve a rockabilly műfajig, ami számomra a szívemnek oly kedves, úgyhogy nagyon színes, nagyon érdekes műsorra számíthatunk. Az előző adásból a Here We Are, a Jazztelen, a Negál, valamint Bradics játszint jutott tovább a nézők és a zsűri közös pontozása alapján. Ötödik produkcióként pedig kizárólag a szakmai zsűri döntése szerint a Liana nevű formáció került be az elődöntőbe, ahol crossover feldolgozásban adják elő újra a produkciójukat. A ma esti adásban 10 dal száll versenybe, hogy elnyerje az évdala címet, valamint előadója elkészíthesse lemezét a világhírű Hansa stúdióban. További híreket találhatnak weboldalunkon és a hiradó.hu címen. Már is folytatjuk, itt van Maruzsa István a Nemzeti Sporthíradóval.